Ebben a videóban bármit és bármennyi terméket, amit megbírsz tartani a kezedbe, azt megveszem neked. A résztvevők Zümi, István, Gábor és jó maga. Ezt a videót a Tesco-val közösen csináljuk, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy engedélyt kaptunk eme csodás kihívás forgatására. Két darab szabály van igazából, az egyik az, hogy nem használhatunk bevásárló kosara, és a másik, hogy 15 percünk van fejenként. Szóval tényleg bármennyi terméket, amit elbír hordani az adott játékos a kezében, azt megveszem neki karácsonyra. Nem is húznám tovább a szót, nézzük, hogy mennyire fog fájni ez a pénztárca. István, igen? Te kezdesz. Jó. Ezt meg van véve, tessék. De hülye vagy, hát ez nekem nem kell. Várj. Mondjál meg ki. Ezt vedd meg. Mondjál meg ki. Ember, vedd meg ezt. Mondjál a mocskodba. Jó kis hülyéskedéssel kezdtünk vagy sem, de eltett majdnem 2 perc, és István még semmit nem vett a kezébe. Hát én nem tudom, mit fog csinálni, ha nem húz bele. Nincs semmi a kezedben. Várjál, mert hát még gondolkodok. Figyelj, van egy olyan ötletem, van az a póló, akkor ez itt, ebből lett egy természetes kosár. Úgy látszik Istvánnak az lesz a taktikája, hogy egy pólóból csinált egy ilyen batyut, és oda fogja tenni a terméket. Hát nem tudom, hogy ez mennyit fog kibírni őszintén. Igazából ilyes vagyok, szóval a legelső, amit veszünk, az egy kis kakaós csigás. Szépen bánja a kakaós csigák. Ez az én kakaós csigám, jó? De mind ugrálj mellettem. István nem tud vásárolni. Porcukor! Wow, és mit kömet csinált porcigóra? Teszkós. Egy Mikulás csokoládé. Köszönöm szépen. Ez is Mikulás csoki. Ez 400 olcsó. Ez is Mikulás csoki. Csak ez már 500 olcsó. Azt se tudja, mit akar venni. Azt se tudom, mit akar. Nem kell nekem semmi. Pénz. Van nálad egy 500-osod nálad? Nope. Ember, veszed le. Hagyjál be, Miki, a kekszekkel, ember. Amit én ajánlok, neki nem kér semmit. Nem fér be a számba. Nem tudom tényleg, hogy mi volt István, de annyit gondolkozott össze-vissza, hogy mégis mit vegyen le a polcról, hogy az hihetetlen. Ez az én részlegem. Ez a batyú nem tudom megbírja egyébként. Ez tökéletes taktikám, hát saját bevásárlókos, kosaram, zacskóm van. Nem cuki vagy ebben a jelmezben. Ó, ez mi ez? Jack Daniels Fire. Jó, akkor ezt megfogom a hónajomban. Akárhova megyek, ember, hát nem hiszem el. Nem értem, miért kell futni? Hülyékkel vagyok körülvéve. Látod, ezt megenném, ha nem lenne magyarós. Hát a mandulára rámutat, azt mondja magyarul, na mindegy, elnézzük ezt Istvánnak. Jobban teszi, hogyha belehúz, mert sürget az ideje. Csillagszóró, 70 centis. Az kétszer akkor, mint az én. What the Karácsonyi dísz, nyomjad meg! Hát, tesz, hülye vagy? Én veszem meg neked, ember! Jó, hát akkor ingyen van! Nem, mintha a videó elején legalább 3-szor elmondtam volna, jaj! Itt vannak szép dolgok. Azt írja, hogy higgy nekem, víz van benne. Hát nem víz van benne. Itt vannak elektronikák! Szükséged van egére, vagy mi? Nem igazán, de ingyen van. Tessék, tedd el, úgy vészik. Nem kell, hagyjál, békében. Kell, ez hülye. Limitált Tesco-s termék, ez is megvéve. Ja, tényleg téged fosztunk ki. Egy percet van. Ezt úgy hívják, hogy a Tesco-s izéjokúr. Most nem tudom berakni az izébe. Futok a kasszához. Ha leáraz egy perc, akkor nem kaptunk semmit. Kassza. Igen, annyi volt még a kikötés, hogy 15 perc alatt a kosárba is vissza kell kerüljenek azok a termékek, amiket választod. Hogyha ez nem sikerül, akkor nem fizetek semmit. Ennyi tudsz a gazdagodtál. Elfáradtam. De most a következő résztvevő az nem más lesz, mint Zümi. Nézzük, hogy ő mire képes. Zümi, már nem. Mondani valam van neked, Zümi. Szeretlek, de csak gírozban. Szóval... Elindult az idő, Zümi. Fosszad ki! Nem elég, hogy a sapka elhagyással kezdődött, de utána szélsebesen elkezdett rohanni a bolt másik felébe, konkrétan agy bírtuk utolérni a kamerákkal. De ez nem hiába történt, ugyanis ő ki akarta játszódni a rendszer. Belepakolunk ebben. Hát, de okosabb, mint te. Igen, gyakorlatilag, ha a kukát a kezébe tartja, és azokban pakol úgymond termékeket, az érvényes. De alig telt el pár másodperc, és rájött, hogy a kuka az túl kicsi lesz, ezért egy szennyes kosarat választott inkább. Van egy ötletem. Nem, köszönöm. Az első fontos dolog, amit anyám kifejezetten mondott, el kell menni egy ajándékcsomagot venni. Ez nagyon fontos. Hát nem mehetek haza különben. Nekem is anyukám azt mondta, ez a videó alatt legalább 2000 új feliratkozót nem szerzek, akkor én sem mehetek haza. Ez fele, tökéletes. Kutya saját István kért, tudom, hogy éhes vagy, nem kell? Úgy menj, Terminátor. Úgy ez a Terminátor. Vigyázz vele, mert szóval mit? Mindjárt. Tesco-s chips. Dobjad, jó van, jó, nem kell több. Lejött a teteje. Hát meg kell venni, ez már megvan. Mit keresek? Nem tudom, azt tudom, hol vagyok őszintén. A Tesco-ba vagy. Köszi, erre én is rájöttem. Tészta, Tesco-s tészta, taggal lila lett be az. Amint látjátok, Zümi próbálja kimaxolni, hogy miket vigyen haza, és el kell mondanom, hogy akár ti is kimaxolhatjátok a karácsonyt a Tesco-val. Minden héten sok szuper kedvezmény vár rátok, hogy még több jusson a karácsony falán, akár online rendelésnél, akár az áruházakban, mindig találsz valamilyen saját márkás terméket kiváló minőségben. Zümi is ezt keresi, de úgy érzem, a táplálékot akarja kimaxolni. Mi van itt? Tesco-s vízi, jó van, Tesco-s! Magyarul!
Dobjad! Tesco-s cukor? Dobjuk! A lényeg, hogy több száz saját márkás termék árát ellenőrzi a Tesco heti rendszerességgel, hogy azért amennyire lehet olcsó lehessen a bevásárlás. Innen is nagyon örülök, hogy a Tesco-val csináltam együtt ezt a videót, de még közel sincs vége. Hol vannak a magvak? Hol vannak a magvak? Mi? Magvak! Magvak? Magvak. Magvak? Ne bele a dobozomba! Mutatom is, hogy a másik szemszögbe ez hogy nézett ki. Eltelt 8 perc, nyomassad, nyomassad! Viszont tejet haza, hát kell! Nem visz neked! Ilyen van! Ennyire szomjas vagy? Nem gondoltam, hogy karácsonyra tej kell ennyi! Hadd itt is haza, mérd is le! Teszkós vagy, tessék, dobjon! Jó van, mérd is megvan! Miért érzés? Mi a baj? Pénztárcol ezt a sem. Én nem tudom, de ez nem normális, hallod, csődbe visz! ne akarj! Mehetünk? Kinder Csoki, még mehet az így! Hallod, téli álmat alszok, jó? Zümi-nek is az ideje nagyon elkezdett sürgetni, és amint tudjátok, vissza kell élen a kosárhoz, és akkor érvényes ez az egész. Hova tetted a kosarat? Itt volt a kosár! Nem áll! Mi a fáradt? Nem. Szerencsére időben gondolkodott, és meg kell mondjam, jól kirútolta az üzletet. Folyik rólam a víz, a csirkék nem szoktak izzadni, de muszáj voltam ennyit vinni, mert a kis csibéimnek kell valamit áprálni. Szépen gyűlnek a kifizetni való termékek, de a következő körben megnézzük, hogy én hogy tudok teljesíteni. Jön az én köröm, nézzük, mit fizetek magamnak. Az a poén, hogy nekem nincs tervem, szinte semmi. Vegyél, ilyen nekem, olyan nekem, saját magadnak. Állj már félre, állj félre! Kell nekem egy serpenyő, egy sütő, egy mindig is kell. 26 centi is tökéletes. Ez egy családbarát videó, te? Mondjuk nem árt, hogyha rám jön a szapora. Ó, pixalámi! Ó, diák csemege. Jó, akkor megveszünk. Teszkós piskóta, ez jöhet. Jaj, milyen a pupád! Nem lesz jó, ez így. Amúgy ez így elég bármikor. Why are we still here? Szerintem egy pesgőt megijöttnánk. Mit szólsz? Ja, ünnepésre. Na, no, ezt az egyet segíti. Gyömbérkenyér, Tesco saját gyömbérkenyér. Gingerbread, a bread az kenyér. Jó, hát persze. Miért nyúlkáltok? Mit csináltok? Hogy tegyél. Teszkós rántott hús, légy szíves, tegyél fel ide. Igen, tedd fel, mert este kirántanám azt. Szója and wheat, nem tudom. Szója hús? Kamufaja. Azt mondom, hogy ez vegán, hát én visszabasztam, hát nem kell vegán, hát ez... Ja, vegán? De most mi van? Ki próbál? Ki akarom próbálni a vegán kaját? Próbálj ki akkor, egyéb piakkó, kettőt is akkor már. Jó, hármat, jöhet a... Akkor mehet a... Na, vacsorára jó lesz. Jó. Azt hiszem, ami vacsorára kellett, azt eléggé kimaxoltam, úgyhogy elkezdtem olyan termékeket nézni, amit esetleg ajándékba adhatok valakinek, valami családtagnak, barátnak, stb. Ezt a beiglit, ezt a beiglit. Én a diósat szeretem, akkor olyat is hozom. Jó, akkor pakold meg, így. Az még, hát sose elég, te mondtad. Ez így van. Még egyet, akkor kettő. Így. Oké. Okay. Lesz a beiglit. Nagyon jó, de ezt amúgy nem én fizetem? De. Igazából én is figyeltem, hogy időbe beleférjek, hogy ezt magamnak meg tudjam venni XD. Azt hiszem, szerintem ez az enyém lesz, inkább itt hagyom őket, és megiszom egyedül. Ez Kalácsonyok pont megfelelő tevékenység lesz számomra. De viszont most Gábor következik, akinek nyilván én fogom fizetni, hogyha teljesíti a challenge. Gábor, az időd elindult, nézzük, mit tud. Én már rájöttem valamire. Hát arra, hogy nem vagyok ugye, mint ti. Egy dolgot már kinéztem tegnap. Már amúgy nem néztem, amit, hogy fejben néztem ki tegnap. Ez most... Tudod, mi maradt ki nekem? Távirányítós autó. Na nem ennyi van, vegyed meg. Melyik jó? Az összes? Neked karácsonyra? Ó, hát van ott még Lego is, hát én azt nagyon szeretem a Lego. Ezen a részlegen én miért nem jártam? Te teri van Lego. Ó, de jó, lesz egy Supram. Várjál, mit ír itt? Toyota? Itt a Supram. Újra élem a gyerekkoromat. Kell egy USB-C kábel, mert tönkrement az előző. Ó, a Tesco-s USB-C kábel. De nem C-s kell, ilyen kell. Ilyen fehér! Baszik ezt majd amúgy odaadom az unokatesomnak, de én is kipróbálom előtte. Van, magadnak szedted. Mindenki Mikula, Mikulapó. Teszkós rizs. Rizsa, hát a kicsi ócó, kicsi rizsa. Szeretitek a Raffaellót? Aha. Szóval akkor mindenki eszik egy ebből majd akkor. Úgy is te fizetek. Igaz, milyen igaz. Valaki legalább tudja. Megszomjaztam, ha már van, akkor iszok. Meg kell mondjam nektek, szerintem eddig Gábor a leglazábban viszi az egészet. Még lazán volt ideje itókázni is, és közben kigondolni a következő lépéseket, csak úgy sétált a sorok között, és egyszerűen szerintem ő volt a legmagabiztosabb mindenki közül. Hallod, alig telt el 6 perc. Épp azért mondom, és én már majdnem kész vagyok. Zűm, fogd már meg egy pillanatra nekem. Légy szíves, már szépen köszönöm. Nézzek arra egészre, kezdszek! De nem csak izé vaníliás kell.
Hová? What? Ezt a bunkót. Ó, tényleg anyám mondta, hogy mosókort vegyek. Ha előttök én férfi vagyok, én nem értek ilyenekhez. Mi van nehéz? Mosószer az mosószer. Ez kell neki, azt hiszem. Igen, főleg, hogy az öblítő, na mindegy. Na de amíg Gábor szépen pakol tovább, Züminek előjöttek a nem tudom milyen ösztönei. Jó, mi a szar? Perfi az állat, becsapott a seggem. Egy nagy puska is kell akkor már. Tudod, mit csinálok igazán? A bankkártyádat. Törőgözött, valaki dob még a fejemre? Nem? Jó, jó lett. Gábor is időben visszatért a kosárhoz, és teljesítette a kihívást. Ez meg van töltve, hallod? Hagyj be, kéne! Enyém! Most minden egyes terméket szépen becsippantunk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül ez az egész. Nos, én nyilván betartottam a szavam, ezeket a csodás termékeket én álltam. Innen is kellemes ünnepeket kívánok a résztvevőknek, meg nektek is kedves nézők. Köszönöm még egyszer, hogy a Tesco támogatta ezt a videót, és nektek is kedves nézők, köszönöm, hogy végignéztek a videót, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és azt hiszem, hogy még van egy fontos dolog.